Szevasztok srácok, lányok! Igen, felmerült bennetek a kérdés, hogy nekem mégis mi közöm van ez az egész ügyhöz. Semmi igazából, csak mint már tudhatjátok, én szeretek ilyen dolgokról vélemény nyilvánítani, és nem teljesen igaz, hogy nincs közöm ehhez olyan szinten, hogy én Tripax-szal már szerintem több mint 3,5 éve jóba vagyok, találkoztunk is már párszor, illetve Teót is nagyon-nagyon régóta ismerem, Dream Devil-le csak talán egyszer játszottam, ennyi, szóval őt nem sorolnám ide. Igazából végignéztem Dreamnek is a live-ját, amikor történt ez az egész, nyilván meghallgattam ezt a zenét. Tripax-nak a tegnapi videóját is végignéztem, szóval ezeket így összekombinálva, illetve a saját tapasztalataimat elmondva fogok most így igazából a véleményemet elmondani. Aki esetleg nem tudna, hogy miről van szó, annak most nagyon-nagyon hosszú lenne összefoglalni, leírásba fogok majd tenni egy-két linket, hogy bővebben megtudjátok, hogy mi is történt igazából. Tudom, hogy nehéz fába vágtam most a fejszémet azzal, hogy erről beszélni szeretnék, viszont nagyon úgy éreztem, hogy el akarom mondani, ami bennem van. Az egész úgy kezdődött, hogy Tripax és Dream kitalálták azt, hogy ők wagereznek, hogy a pénzért játszanak egy 1v1-et Fortnite-ban, 50 euró volt a tét, és lényegében annyi az egész, hogy Tripax nagyon durván bízott abban, hogy ő nyerni fog, és nem így gondolkodott azon, hogy neki esetleg majd pénzt kell utalni ugye Dreamnek a vereség esetén. Eljött a wager napja, ugye lejátszották, és Dream Devil nyert. Na, Tripax ezen annyira úgymond kirégyelt és meglepődött, hogy kihúzta a netet, eltűnt egy csomó időre, letörölte a streamjét is, viszont Dream Devil éreadása közben ment, és így nyilvánvalóan, tehát mindenki arra gondolt, Tripax is erre gondolt volna fordított helyzetbe, először, hogy itt most nem fog kifizetni, eltűnik, tehát Tripax részéről ez volt a hatalmas nagy hiba, amit el is ismert egyébként, de kérdezem én, ki nem szokott hibázni? Mindenkivel fordult már elő ilyen. Nyilván aki kamera előtt van és ismerik emberek, azoknál ez nagyobb jelentőségű, viszont előfordul ilyen mindenkivel. Viszont, mint ahogy Tripax is elmondta ezt, hogy így eltűnt, megnézte az üzenetet közben, valami tirogatott a chatre, ez az ő részéről hiba volt. És mint ide kiderült, nyilván olyanokat nem fogok mondani, amiket az adott személyek, akikről szó van a videóban, nem hoztak nyilvánosságra. Nyilván olyanokról nem is tudok. Szóval a lényeg, hogy Tripax nem tudott aznap fizetni, mivel neki csak kártya volt, illetve az anyukájának sem volt aznap pénze a kártyán, mivel másnak kapta a fizetést, de ezt elmondta Tripax a videóban. Szóval a lényeg az volt, hogy a wager napján nem tudott volna fizetni, de olyat, hogy ezt elmondta volna, nyilván bífelték volna, basztatták volna, lehet, hogy ez is közre játszott abban, hogy nem mondta el. Illetve, ami még számomra furcsa volt, ugye Discordon beszélgetett Dream a Fortnite Community egy-két tagjával, és amikor oda felment Tripax, nyilván ott hebegett, habogott, mint erről beszéltem az előbb, hogy ez hiba volt, viszont ott tényleg nagyon durván, toxikusan viselkedtek azok az adott emberek, én őket nem ismerem, csak gondoltam, elmondom, hogy ott tényleg nagyon durván toxik volt mindenki, és ott lehet, hogy abban a helyzetben én sem mertem volna elmondani az igazat. Most az, hogy ott miket mondott, mik történtek, ezeket én nem mondanám el, megtaláljátok YouTube-on ezt az egész az éladásnak ezer részét. Lényeg a lényeg, hogy igazából ott mindenki elkezdett mindenfélét kitalálni, jöttek a kisgyerekek, hogy engem is beszkemmel Tripax, kiderült, hogy hirtelen mindenkit átvert, tehát elkezdték meglovagolni ezt az egész történetet. Rengeteg kitaláció jött, és nyilván ott az adott helyzetben rengeteg ember elhitte nekik ezt a mesét. Tehát az ott lévő nézők felét beszkemmelt a Tripax mindennel, ilyen több száz eurókról is beszélt valaki. Oké, ez az este lement, ez ilyen késő este történt, ez az egész Discord beszélgetés, meg minden, és Tripax ugye úgy köszönt el, hogy holnap fizet. Ezt le is streamelte, lelive volt a Dream Devil ezt az egészet, amikor történt ugye a kifizetés végre, nem a saját számlájáról fizetett Tripax, mint ahogy el is mondta, mindig, hogyha van pénze, kiveszi KP-ra, ezért nem volt nála a számlán pénz. Viszont történt egy olyan gebasz, hogy véletlenül nem ugye 17 ezeret küldött el, ami olyan 50 euró, amit megbeszéltek, hanem 170 ezer került Dreamnek a számlájára. És akkor ott élőadásban közben Dream elvileg beszélt Tripaxnak az anyukájával, hogy
majd még erről ad később információt, hogy mennyit fog küldeni, mert hogy ő tervezgette azt, hogy majd levonja azokat a tartozásokat, amiket mások kitaláltak, hogy ennyi-annyival tartozik nekik Tripax. Most Dreamhez szólok. Egy. Valakinek az anyukájával beszélsz, tehát ezt nem bele kell rendezni, visszautalod neki a pénzt, és majd esetleg megbeszéled Tripax-szal. Kettő. Amíg nincsen proof ezekről a szkemmerésekről, addig nem hiszik el. Ja, és még azt nem mondtam el, hogy nekem ezzel a három emberrel tehát semmi problémám nincsen, mind a hármukkal jó vagyok, szóval én nincs, senkit nem fogok betámadni, senkit nem tartok hibásnak az ügyben. És a saját véleményemet mondom el az egészről. De tártalan is ez az egész, mivel visszautalt a Dream Devil a megfelelő összeget. Viszont pár napja felkerült Dreamnek a csatornájára egy Tripax rend zene, és itt jön be a harmadik szereplőnk, Teo, a történetbe, ugyanis ő írta a szöveget. Most ide nem játszanám be ezt a zenét, a leírásban megtaláltok, hogyha gondoljátok, hallgassátok meg. Köztudott, hogy Teo és Tripax régen nagyon-nagyon jóba voltak, mint ahogy ezt a szövegben is elmondja, azt nem tudom tényleg, arról én nem tudok, hogy ők annó miért vesztek össze, viszont szerintem ez a legrosszabb dolog, hogy ha veletek valami történik a magánéletetekbe, tehát olyan, ami nem hozható, nem kell nyilvánosságra hozni, azt ilyen így hozzátok nyilvánosságra. Őszintén mondom, hogy nagyon rossz ezt látni, hogy tényleg tudom, hogy ti kibaszott jóba voltatok, és sajnálom azt, hogy valahol így elromlott a barátságotok, de én ezt nem hoznám helyetekbe nyilvánosságra, ezt most mind a hármatoknak mondom, tehát ez ilyen privát sztorikat, amiket ti most felfedtetek, hogy így ment ki, ki hogyan bulizott, ki mire hívta meg a másikat, ezeket ne hozzuk szerintem így közönség elé, ez maradjon meg privát dologra, az oké, hogy a szkemmerések, meg a szkemmerni próbálások, amik valójában nem történtek meg, azokat nyilván fel kell hozni, de az, hogy mi történt egy buli, mi történt két évvel ezelőtt, az szerintem maradjon meg privátnak. És most Teónak, illetve Tripaxnak mondom, hogy az én szerény véleményem, menjetek fel egy kibaszott Discord szerverre, és beszéljétek meg a dolgokat. Nem kell léleadásba, nem kell erről másnak tudnia, viszont szerintem ne basszatok el egy ilyen barátságot, illetve ez Dream és Tripaxnak is mondom, hogy most egy ilyen dolog miatt, hogy volt egy kis kamuk, mindenki azodik az életében. Mindenkinél van olyan, amikor egy kicsit füllent, ezért nem kell, hogy egy barátság megromoljon. Zárójelbe hozzátenném, hogy nyilván rengeteg olyan dolog van, amiről nem tudok, ezért is mondtam, hogy a tudomásomban lévő információk által fogok véleményt nyilvánítani. És most nektek, nézőknek is mondom, hogy ne lovagoljatok ezen. Igazából nincs is mind lovagolni. Egyrészt ki lesz fizetve a pénz, másrészt semmilyen szkemmelés nem történt tudomásom szerint. Úgyhogy lényegében ez a történet lezárva, vagyis hát remélem, hogy lezárva, és nem kerülnek elő olyan részletek, amiről nem tudtam, de szerintem ez így nagyjából ennyi. És tényleg azért is akartam erről beszélni, mivel említettem az elején, hogy mindhármújkat ismerem, és úgy gondolom, hogy ez jobb lenne, hogyha valamilyen szinten megbeszélnétek ezt az egészet. Megköszönöm, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha valahogy segítetek eljutatni hozzájuk ezt a videót, illetve várom a ti véleményeteket is kommentben, hogy mi a véleményetek erről az egészről. Úgy nehéz egyébként véleményt írni, hogyha nem nézitek meg azt az adott live jelenetet, illetve nem hallgatjátok meg Tripax szemszögét, ennyi. Az egyetlen dolog, amit még így hozzátennék, amiről nem tudunk, ugye, hogy Teo mondta, hogy Tripax csinált ilyen cségó törnamenteket, és hogy azt elvileg nem adta oda nyertesnek, arról én se tudok. Ez az egy, ami itt így homályfett számomra. Viszont én most megköszönném nektek a figyelmet, tényleg várom a véleményeket, köszönöm, hogy megnéztétek, további szép napot nektek, találkozunk legközelebb, szevasztok, srácok, lányok!